A megyeszékhelyen idén 932-en fejezik be a tanulmányaikat. A diákévek emlékét az a júdásfa szimbolizálja, amit a polgármester és a fiatalok közösen helyeztek földbe. Balait Zoltán emlékeztetett, a 90-es években életre hívott kezdeményezés jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedben. Látszódott az, hogy kevésbé mozdíthatóak már meg az egyes osztályok, és a bemutatkozó produkciók száma is csökkent, ezért 2018-ban, 5 esztendővel ezelőtt az akkori Zalaegerszegi Városi Diák Önkormányzat azzal a kezdeményezéssel élt, hogy maradjon meg ugyan a polgáravatás, mint hagyomány, hiszen ez egy jelkép, amikor a Zalaegerszegi Városvezetés valóban jelképesen felnőtt polgárjával fogadja a végzős középiskolásokat, azonban ennek emléket inkább azzal állítsunk, hogy minden esztendőben elültetünk egy fát. A Zalaegerszegi Önkormányzattal azért hoztuk létre ezt a programot, hogy egy kicsit itt tudják hagyni a lábnyomaikat a zalaegerszegi fiatalok, mert akár merre mennek, mégiscsak emlékezni fognak biztosan a zalaegerszegi éveikre, de azért, amikor esetleg később visszajönnek ide a Zalaegerszegre, akkor jó látni, hogy valamit itt tudtak hagyni a közösségnek. Az ültetés után a zsinagógában a tehetségek elismerésével folytatódott a rendezvény. Kiemelkedő eredményeikért 160-an kaptak jutalmat. Nárai Dominik noha egyetemre máshova jelentkezett, tervei szerint Zalaegerszegen kamatoztatja tudását. Mindenképpen szeretnék tovább tanulni, két opció van, vagy Győr, vagy Szombathely. A sorrendet azt úgy állítottam fel, hogy elsősorban Szombathely, ha esetleg nem jönne össze, akkor Győr, és mind a két városban, mind a két egyetemen turizmus és vendéglátás szakot jelöltem meg. A csaknem 1000 végzős közül 360 állami fenntartású intézményekben, 93-an pedig a Mindszenty gimnáziumban érettségiznek. A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum technikumaiban 523-an, míg a Békeligeti iskolában 10-en ballagnak. A diákok számára a következő fontos állomás és próbatétel májusban az írásbeli érettségi lesz.